A hetedik Vukán Kreatív Árt tehetség támogató versenynek a zsinagóga adott otthont. A versenyzők 3-20 perces rögtönzött darabot játszottak el a helyszínen zongorán. A fő elvárás az volt, hogy kerek, megformált, értékes és spontán zenemű jöjjön létre, magas szintű hangszeres előadásban. Binder Károly zongoraművész, a Zeneakadémia tanszékvezető egyetemi tanára, aki az IASK ösztöndíjasa is egyben, nyitotta meg a versenyt. A versenyzők Bach fúgaművészetéből, Stravinsky egy művéből kaptak feladatot, és saját témát is hozhattak. Minőség, őszintesség, katarzis a lényeg, mondta Binder Károly. Inspirációt igyekszem szerezni az összes zenéből, amit hallgatok, és kicsi apró zenei fordulatokat, és amikor már gyakorlok, akkor ezek a tudatalattimból előjönnek, és amikor amit nem tudok kijátszani éppen egyből, akkor azzal töltök valamennyi időt, és azt így kigyakorlom. Tehát ilyen gyakorlatilag igyekszem minél több mozdulatot a kezembe belevinni, és akkor ezeket már az adott zenei helyzetnek megfelelően újra tervezni, tehát zenét csinálni belőlük. Ez kicsit olyan, mintha szókincset fejlesztenék egy nyelvben. Én nekem van egy jazz trio formációm, és eleve általában a hangszerelést, tehát az, hogy éppen milyen zenekarra, meg milyen formációban szólal meg egy-egy zenei gondolat, ez nekem szinte részletkérdés. Illetve mindegyiknek megvannak egymással egyenrangú sajátságaik. Úgyhogy nem, azt akarom csak ezzel mondani, hogy nem szeretnék a szólóra kiemelten fókuszálni, szeretem csinálni, meg szeretek benne jó lenni. Egyébként én ezt egy pozitív dolognak élem meg, hogy magas a mérce, mert ha úgyis az életem végéig szeretnék fejlődni, akkor legalább van hova, meg vannak előttem olyan emberek, akikről hosszú ideig tudok példát venni, mert jóval előttem vannak. Igen, ez számomra is a legtermészetesebb módja a zongorázásnak. Én nagyon régóta nem igazán gyakorlok zongorát, és ez az egyetlen forma, amiben zongorázom, és ez az, amivel ki tudom fejezni magam, mint előadó, főleg inkább szerzőként működöm, és ez lényegében valamennyire összeköti a kettőt. Én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok nem igazán változnak az művészetben, szóval ez valószínűleg örökérvényű. Négy zenész jutott a döntőbe. Horváth Szabolcs Péter, Kis Károly László, Bartokos Botond és Itzés Péter. A zsűri végül két első és két második helyezettet hirdetett ki, megosztva köztük a pénzjutalmat. A két második helyezett Bartokos Botond és Kis Károly László lett, a két első helyezett pedig Horváth Szabolcs és Itzés Péter. Tényleg fejből jön az egész, tehát ilyen spontán gondolatok formájában, és aztán ilyen zenei eszközökkel ki tudjuk fejezni, hogy éppen mit érzünk, mit akarunk mondani. Hát igazából szeretem Bachot is, Stravinskyt is, és hát Bachot azt jobban szeretem játszani, Stravinskyt pedig azért szeretem, mert van egyfajta elvontság, ami az egész 20. század zenére jellemző. A legjobb talán az, hogyha a hagyományos repertoárban is próbáljuk a szabadságot, lazaságot belevinni, úgyhogy valahogy minél közelebb van a kettő, annál jobb. És hát az biztos, hogy itt a 20. században a zongorajátékban azért történtek a megírt zene terén is, tehát hogy a zeneszerzők kipróbáltak például ilyen érdekes technikákat is. És hát mivel azért alapvetően egy klasszikus zongoraművész repertoáriában inkább régebbi művek szerepelnek hagyományos technikákkal, hagyományos jelleggel, ezért nyilván van egy ilyen különbség, hogy de azt hiszem arra kell itt gondolni, hogy mindent szabad, mindent lehet, szóval, vagy van egy ilyen, persze nyilván korlátok mindig vannak, és jó, hogy vannak, pláne, hogy a hangszert bántani nem szabad, de azt hiszem, hogy
nagyon sokat segít a hagyományos repertoár játékban is, hogyha az ember az improvizációval próbálkozik legalább. A díjátadó után a verseny résztvevői gálakoncertet adtak, amelyen az esemény résztvevői és a zsűri tagjai Binder Károly és Olá Kálmán zongoraművészek, valamint az előző verseny győztese Várajai Petra is játszott. A rendezvény házi asszonya intézetünk munkatársa Szász Izabella volt. Köszönhetően a hagyaték kezelőjének, Kriskó Zoltánnak, a Felsőfokú Tanulmányok Intézete megkapta azt a lehetőséget, hogy Vukán György nevét, és így egyben a Vukán György Kreatív Művészeti Központ elnevezést használja. Binder Károly elmondta, hogy Budapesten szobrot készülnek állítani Vukán Györgynek, míg Kőszegen az IASK Kreatív Művészeti Központ viseli a jövőben a zenész nevét. Közhelye, hogy elmondtam itt az értékelés során, hogy a zsűrinek mindig nehéz dolga van. Olyan kiegyenlített mezőny volt, olyan ügyes gyerekek, és olyan sokféle orientáció. Tehát amikor azt mondjuk, hogy műfajoktól mentes, vagy műfajokon kívüli, vagy az összes műfajt átölelő improvizációs verseny, akkor ebben benne van a klasszikus zene, benne van a jazz, benne van a népzene, és benne vannak nyilván azok a sajátos stílusjegyek, amiket itt a fiatalok, a négy versenyző képviselt. Igazából ez nem paradigmaváltás, hanem nagyon sokáig becsontosodott a klasszikus zeneoktatás. Voltak előadó művészek, voltak zeneszerzők, volt zenetudomány, és így tovább, kórusmozgalom, és sorolhatnám, ugyanakkor nem volt improvizáció. Na most a régi korokban, a régi mesterek, mindegyik, egytől egyik, sorolhatnám most Bachtól vagy Vivaldi-tól végig, a zenetörténetet mindenki tudott improvizálni. Én még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én akkor jártam a jazz tanszékre, 70-es években, amikor még Vukán György tanított a jazz tanszakon, és éneket és hangszerelést tanított. Egy fantasztikus, univerzális ember volt. Ez a fajta improvizációs képességes készsége, ez nem csak a zenében nyilvánult meg. Neki, mint fogorvos, találmányai voltak, világszabadalmai, és ő ugyanúgy rendelt és fogászkodott, mint orvos, tehát fogorvosként, mint koncertező zongorista, mint filmzenék szerzője, és mint tanár, aki a jazz tanszéken tanít. Egy univerzális ember volt a Gyuri, és valóban azon dolgozunk, hogy egy zeneiskola viselje az ő nevét, illetve még egy szobor kerüljön valahol felállításra.